3. A paksi energetikai szakgimnazisták készítik a nyugát a katasztrófa védelmi igazgatóság által kiírt verseny megyei döntőikben. Ők visszatérő vendégek a viadalon, azt is átélték már, milyen az országos versenyen részt venni. A versenyszellem, a motiváció, az első motiváció a versenyszellem, és természetesen az, hogy minél szebb és minél jobb eredmények érjenek el a gyerekek. Több mint egy évtizedes múltja van a vetélkedésnek, ahol a térségi versenyek győztesei küzdhetnek az országos indulásért. 6 csapat mutathatta meg képességeit Pörbölyön. A versenyek hasonlóan épülnek föl, tehát a kirendeltségi, a megyei, illetve az országos fordulókon is egymáshoz hasonló feladatokat kell végrehajtaniuk a versenyzőknek. A felkészítő tanárok elmondása szerint az egész sorozatot nagyon élvezik a gyerekek. Ez egy új fajta dolog, amivel eddig nem találkoztak, és új helyzetekbe is fel tudják találni ezáltal magukat. Hogyha olyan helyzet alakul, akkor biztosan kamatoztatni tudja az ember, hogy amit itt tanul, vagy előtte tanul. Az általános iskolások között a paksiak, míg a középiskolásoknál a Gyöngyi Gimnázium diadalmaskodott, és képviselheti Tolna megyét az országos viadalon.